szállodaipari munkáknál azt érdemes tudni, hogy minden munkavállalót ugye adott esetben segédpincér, pincéri munkakörökben alkalmaznak. Ha valakinek gyengébb a nyelvtudása, akkor azt viszont konyhai kisegítőként tudjuk elhelyezni, esetleg szobalányként. Mindenki egységesen ugyanannyi fizetést fog kapni, és az jelen pillanatban a minimál órabér Angliában ez 575 fontban természetesen. Itt a munkavállaló eldöntheti, hogy hány órát dolgozik. Mi általában azt szoktuk mondani, hogy az első hónapban ne dolgozzon többet heti 5 nap, napi 8 óránál, ugye ez egy 40 órás munkahét, és hogyha így kiszámoljuk, akkor egy 1000 fontos fizetés fog összejönni, ami nyilván az aktuális árfolyam függvényében ugye lehet egy picit kevesebb, illetve több. Vagy hogyha valaki adott esetben azt mondja, hogy ő többet bír, tehát ő tudna dolgozni 6 napot, adott esetben 10 órában, ugye, akkor nyilván ennek a másfélszerese fog összejönni, tehát adott esetben 1400 font. Talán a hátránya a szárazföldi munkavállalásnak az az, hogy a szállásköltséget szinte majdnem mindig, tehát nevezzük 90%-ban levonják a munkavállaló béréből, és azért mondjuk Angliában, Londonban, vagy mondjuk kisebb városokban is nem olcsó a szállás, hiszen heti 20.000 forint körüli összeget kell fizetni a szállásért. Ez nyilvánvaló azért havi átlagban egy 80.000 forintos kiadást fog jelenteni. Van két szabad napja a jelentkezőnek, ami egy óriási előny, hiszen ahogy összehasonlítva a hajókkal, itt azért élhet egy életet, itt tud kialakítani baráti társaságokat, tud kirándulni, tud tervezni előre. Tehát a szállásköltségen kívül azért még a bérlet, a buszjegy, illetve a szabad napodon az ételeknek a beszerzése, hiszen munkaidőben fizetik az étkezésedet, munkaidőn kívül viszont nem fogják ezt fizetni, tehát neked kell megoldani. A munkavállaló azért ne ijedje meg ettől, hogy neki meg kell vásárolnia ugyanazokat a termékeket, illetve ugyanazokat a dolgokat, amit itthon egyébként a hétköznapokban meg szokott vásárolni. Külföldön várhatóan sokkal jobban fog járni. Tehát a szárazföldi munkavállalásnak a fizetésünk körülbelül felét, illetve 60%-át le kell számítani az életünkre. Az így megmaradt összeget lehet megtakarításnak nevezni, és hozzáteszem, ha valaki elmegy Londonban, mondjuk egy kezdő munkavállaló, és félre tud tenni havi 100-150.000 forintot, és összehasonlítjuk a magyarországi helyzettel, akkor én azt gondolom, hogy ez még mindig kiemelkedő összeg. Az első 3-4 hónapban ennyit fog tudni keresni, illetve félretenni, és majd a 4.-5. hónaptól emelik meg a minimál órabérét, ugye mondjuk kb. 7-8 fontra, és akkor már egy lényegesen magasabb összegeket tud félretenni.